A keresztény egyházi évben a húsvéti időszak a feltámadást követő 50. napon pünkösd ünnepével zárul. Ekkor a harmadik isteni személy a Szentlélek eljövetelét és az egyház megszületését ünneplik a katolikusok. A keresztény egyházi ünnep története szerint Krisztus mennybe menetele után az 50. napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, és a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra. Ekkor Péter apostol beszédeinek hatására megalakultak az első keresztény gyülekezetek, így pünkösd az egyház születésnapja is. Ferenc pápa szónoklatában a Szentlélek áradás három mozzanatát fejtette ki. A Szentlélek a teljes igazságra vezet, megújítja a föld színét és átadja gyümölcseit. Továbbá kijelentette, hogy a világnak bátorságra, reményre, hitre, kitartásra van szüksége Jézus tanítványai részéről. A katolikus egyház fő a ma tapasztalható bezárkózás helyett nyitottságra szólította fel az egyházat és a társadalmat is. Erdő Péter magyar katolikus egyházfő az esztergomi bazilikában tartotta meg pünkösdi szentmiséjét. Arról beszélt, hogy a népek vándorlása, a háborúk és természeti katasztrófák, a tudomány haladása és a jólét időszakai közben is a Szentlélek megtanít minket arra, hogy mit kíván tőlünk Krisztus. Hatalmas erő a lélek, aki átöleli a világot, és a nyitott szívű hívő emberek közösségét olyan meglátásokra, olyan cselekvésekre vezeti, amelyek messze fölülmúlják a hétköznapi tervezés bölcsességét, mondta Erdő Péter.